Hölgyeknek is köszönöm szépen a jelenlétüket. Így köszönt el Szalai Ferenc, Szolnok fideszes polgármestere a közgyűlés legutóbbi ülésén, attól a négy idős nőtől, akik vendégként részt vettek az ülésen. Csak hogy ezután nem kapcsolta ki a mikrofonját, így azt is hallani lehetett, hogy ezután mit mondott. Ennyi hülye. A polgármester mondata a közgyűlés hivatalos felvételeiből már kimaradt, de a helyi MSZP rögzítette azokat és nyilvánosságra is hozták. Ennek a térnek az átépítése ellen tiltakozott a négy nyugdíjas. A város tervei szerint ugyanis egy 4 milliárdos útfejlesztés részeként ebbe a zárt parkba utat és 32 férőhelyes parkolót létesítenének. A helyiek hónapok óta tiltakoznak, több száz aláírást is összegyűjtöttek, és képviselőik a közgyűlés ülésére is elmentek. Nagyon megdöbbentett. Ezt mondja az az asszony, aki felszólalt a közgyűlésben. Rimaszombati Imréné nem érti, hogy mi váltotta ki a polgármester szavait. Rosszul esett nagyon, mert mi tényleg a legudvariasabban szóltam hozzá, mondtam el véleményünket, az itt élő emberek véleményét tulajdonképpen, és erre föl ilyen hangnemben próbáltott velünk beszélni, illetve elintézni bennünket. Az MSZP szerint a polgármester szavai elfogadhatatlanok az ott élőkkel szemben. Felszólítottuk Szalai Ferenc polgármester urat. Az első, ami alapvetően elvárható, különösen a tegnapi tagadása után, a tagadását követően egy valami tehetett volna meg, csak bocsánatot kér a hölgyektől, és azonnal aláírja az általunk már elkészített lemondó nyilatkozatát. Szalai Ferencet hiába kerestük. A polgármesteri hivatalban azt mondták, egész nap nincs Szolnokon. Írásban viszont elismerte, olyan szavakat használt, melyek nem helyén valóak, ezért elnézést kér mindenkitől. Szerinte viszont azoknak a szavaknak semmilyen közük nem volt a közgyűléshez, és annak egyetlen napi rendi pontjához sem.